Ikerláng bullshit. Az egyik legnagyobb tévedés és téveszma az ikerláng energiával kapcsolatosan, amikor valaki azt mantrázza magának, hogy csak és kizárólag az ikerlángjával lehet boldog, és majd akkor lesz teljes, kiteljesedett, harmonikus, optimális élete, hogyha ő együtt van az ikerlángjával. Ezzel egy valami történik, a saját erőforrását és a saját életét korlátozza, és azt a kiteljesedést, amit egyébként megtörténtethetne, ha megfelelő módon használja az ikerláng energiát. Nagyon fontos lenne egy más rálátással, egy más ránézéssel tekinteni erre az energiamezőre, mégpedig úgy, hogy ez elsősorban nem arról az adott személyről szól, akit valósan vagy valótlanul most ez mindegy is, de ikerlángunknak vélünk, hanem az energiáról. Amikor belépsz ebbe az energiamezőbe, amikor azt érzékeled, hogy kapcsolódsz az ikerláng energiával, hogy ez most fizikailag történik, vagy lelkis síkokon történik, ilyen szempontból mindegy is. A lényeg a te megélésed, hogyha úgy érzed, hogy benne vagy ebben az energiamezőben, akkor nagyon fontos tudatosítani, hogy ez elsősorban arról szól, hogy te a saját erőforrásaidat felszabadítsd önmagadban, és te minél inkább megismert önmagadat, önmagad tehetségét, képességét, a sajátosságaidat, az identitásodat, az egyéniségedet, az individuális lényedet, és ezt a lehető legmagasabb szintre emeld. Az biztos, hogy ha már most is alkalmas lennél arra, hogy a lélekpároddal egy párt alkoss, akkor megtörténne. Tehát ahelyett, hogy azon vekeng valaki, hogy jaj, mikor leszünk már együtt, meg majd, ha ő itt lesz, akkor minden jó lesz, ez téveszme, ez zsákutca, ez sehova nem vezet, azzal tudsz előrébb lépni, hogyha elkezdesz önmagadon dolgozni, meditációkat végzel, hanganyagokat hallgatsz, könyveket olvasol, elkezded magadat fejleszteni, kurzusokra jársz, elkezded magadat megismerni, megcsináltatod az asztrológiai képletedet, megismered az analógiákat az életedben, feltárod azokat a családenergetikákat, amiket működtetsz, azokat a tudatalatti programokat, amiket működtetsz, és ehhez képest megalkotod az új énedet, és elkezded magadat oda felhozni. Anélkül, hogy abban az elvárásban lennél, hogy majd akkor ő meg fog érkezni, mert ezt nem ő érte teszed, hanem önmagadért. És ez a legnagyobb kulcs és titok az ikerlen kapcsolatokban, hogy elsősorban ez rólad szól, önmagadnak az isteni minőségének a lehorgonyzásáról, mint leföldeléséről és manifestációjáról. És ha ezt megérted, akkor lehet, hogy együtt leszel vele.